Mondjuk így, hogy magunk között azért néha szoktuk úgy hívni, hogy a közgazdaságtan Gödény doktora, tehát innentől kezdve azért sokszor látszik az, hogy a tanácsadók, akik körbeveszik, azért sokszor felületesen mondjuk így, hogy tájékoztatják különböző ügyekről, vagy éppen az előzményekről. Sziasztok! Újbuda DK-s polgármesterének kalandos életútja megér egy misét. Nem csak az az elgondolkodtató, hogy egy vállaltan kommunista pártkádert hogyan választottak meg még 2019-ben is polgármesternek, hanem az is, hogy egy közéleti szereplő hogyan élhet túl ennyi botrányt, mint amennyit László túlélt. Annak ellenére sértetlen a politikus, hogy ártatlanságáról, makulátlanságáról korán sem vagyunk meggyőződve. László Imre katonai orvosként már az átkosban is szépen lépdelt felfelé a ranglétrán, hiszen 1983-ban kiemelt kiképző főorvos, majd 86-ban szervezési osztályvezető lett a Honvédelmi Minisztériumban. Katonai ranglétrán 83-ban még orvosőrnagyként, 86-ban pedig már orvos alezredesként hivatkoztak rá. Vagyis jókomcsiként már magas beosztásban volt a rendszerváltás idején is. Azonban a csúcsa csak ezt követően jutott. Hiszen hogy nem, László épp a Horn kormány idején lett a Honvéd kórház igazgatója. Újbuda jelenlegi polgármestere a Honvéd után másik két kórházat is vezetett, a Szent Imre kórházat és később a Swiss Medical magánkórházat is. László a baloldallal mindig nagyon szoros kapcsolatot ápolt, olyannyira, hogy 2006-ban megkapta a szintén ex-komcsi Gyurcsánytól a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. Mégis 2009-ben keresetlen szavakat használt a későbbi gazdája által tönkretett egészségügyre, és panaszkodott a Szent Imre kórház gazdálkodása miatt. László aztán mégis visszanyargalt a baloldalra, hiszen 2015-ben már Fretó pártját választotta közösségiül, és lett a DK egészségügyi kabinetjének vezetője. Amikor a DK szakpolitikusa lettem, megfogadtam, hogy nem fogok a pártpolitika lövészárkaiba kúszni. Mindig el fogom ismerni azt is, ha az ellenkező oldalon jól csinálnak valamit. És most bevallom, bajban vagyok, ilyenről ugyanis sajnos nem tudok beszámolni nektek. Sőt, ellenkezőleg soha nem volt ekkora veszélyben a magyarok egészsége, a magyar egészségügy szétesett. Majd ebben a színekben választották meg polgármesternek 2019-ben. Igen, igen, oh igen. A mai Hunortodox vendége Csernus László, a 11. kerület Fidesz frakciójának vezetője. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, szervusz. És első kérdésként az ügyben érdeklődnék, hogy látod általánosságban a Újbuda helyzetét, hogyan változott az elmúlt másfél évben, hiszen itt volt egy komoly rezsimváltás, ugye volt 10 évig egy fideszes városépítés, és most ugye másfél éve László Imrével az élen egy szivárvány koalíció vette át a hatalmat, hogy látod, hogy merre megy tovább a hajó? Hát akkor, amikor 2019. októberében átadtuk nekik a kassza kulcsát és a városnak a vezetését, akkor érdeklődéssel figyeltük, hogy mely irányba indulnak el. Az első dolog, amikben láttuk, hogy talán bizonytalanok, az maga a városvezetés, mert hogy a többségnek semmilyen önkormányzati gyakorlata nem volt. Tehát innentől kezdve az, hogy milyen irányt vesznek, az valamilyen háttér segéderőnek az útmutatása alapján mehet. Itt jött be már is az első delikvens, Ceglédi Csaba személyében, aki ugye elkezdte mondani, meg diktálni a tempót. A másik ilyen személy volt ugye a Lakos Imre, aki ugye nagyon sokáig a 11. kerületi önkormányzatban dolgozott, ugye, mint SZDSZ-es alpolgármester, ugye Molnár Gyula fémjelezte. Együtt ültek a vádlottak padján, így van, ugye? A vádlottak padján is együtt ültek, tehát együtt vitték a balhékat.
És hát ő volt az, aki mint tanácsadóként és mint újbudai DK-s elnökként ott állt László Imre mögött és intézte az ügyeket. És másfél hónap alatt, amit ő a maga rutinjával össze tudott rakni, azt megtette és elindította. Ugyanakkor viszont a többiek részéről teljes rutintalanság volt, tehát az önkormányzatisággal még akkor csak ismerkedtek, és úgy látom, hogy ez az ismerkedés ez mind a mai napig tart. No, de menjünk csak vissza egy kicsit az időben. Hiszen László az orvosi karrierje mellett 1988-tól már szerves része volt Magyar Súlyemelő Szövetségnek is, amikor csapat orvosaként maga is kint volt a szöuli olimpián. Ez a megmérettetés a magyar csapatnak igen csúfosan végződött. A világbajnok Szanyi Andort kizárták, a negyedik helyezett Csengeri Kálmán eredményét pedig érvénytelenítették dopping vétség miatt. Csengeri a Becsaptuk a világot című könyvében évekkel később leírta a valóságot, amely szerint minden a vezetőség és az orvosok tudtával történt. Mégis velük vitették el a balhét. Meglepő, de ebben az időben éppen a makulátlan László Imre volt a csapat egyik orvosa. A botrány után az akkori állami ifjúsági és sporthivatal elfogadta a súlyemelő szövetség teljes vezetésének, valamint az orvoscsapatnak is, így László Imrének is a lemondását. De ha az nem lett volna elég, a szervezet úgy nyilatkozott, hogy az orvosokat az AIH nem javasolja a jövőben a súlyemelésben foglalkoztatni, és a két edzőt sem kívánja a válogatat mellett alkalmazni a soron következő olimpiai ciklusban. Vagyis, ha nem jön a rendszerváltás, László Imre jó eséllyel nem rúg többet labdába a Magyar Súlyemelő Szövetség környékén. De nem csak, hogy visszamászott, hanem 1992-ben egy botrányos választást követően a szövetség elnökévé választották a korábban eltiltott orvost. Furcsa véletlen, hogy mindenki visszalépett, így végül László Imre lett a szervezet elnöke, pedig nála jóval esélyesebbek is indultak. Ha jobban megnézzük az újbudai polgármester életében, gyakoriak az ilyen furcsa véletlenek. Mint amikor előbb Hitlert méltatja. 36-ban vagy 37-ben a Time magazin Hitlert az évemberének választotta. Megérdemelte? Meg. Pedig az ominózus náci pártvezért méltató mondatokat még a DK-s László Imre is élete legszerencsétlenebb kijelentésének nevezte, és az elmúlt néhány napot magyarázkodással töltötte a politikus. Mert az a munkája, amit addig kifejtett, az gyakorlatilag Németország felemelkedését hozta. Majd amikor magyarázná bizonyítványát, akkor épp az auschwitzi orvos Mengelével keveri össze Mandélát. Micsoda véletlen, nem? Megnyertetek, gondolom, hogy ennek a nyereménynek annyira nem örültek egy olyan polgármestert, aki ugye hát azért elég színes múlttal rendelkezik a múlt rendszerben is, tehát hogy ott is már elég magas beosztásban volt ugye a Honvédelmi Minisztérium kötelékében, és építette a karrierjét szépen a Magyar Súlyemelő Szövetségben is, hogy mesélj erről a tapasztalásról. Azért azt látom, hogy a színes az túlzás, ilyen nagyon egyszínű volt, mert vörös volt végig, és ezt a vörös tempót diktálja mind a mai napig. Tehát az látszik, hogy meg a korábbi évekből is azt hallani, hogy ő egy autokratikus személyiség volt, tehát ő szereti megmondani, hogy lesz, és akkor innentől kezdve, mint egy katonai múltú ember, aki tudja, hogy parancsszóra végre kell hajtani, akkor így történik a, úgymond a parancskiosztás mind a mai napig, és hát nehezen viseli, hogyha valaki neki ellent mond, én ezt látom. Partizán parancsnokként vezeti a kerületet. Igen, többek között ezt lehet mondani, hogy ugye, mint home office kapitánynak is mondhatnánk, mert azért amikor, ugye, bár kórházigazgatóként és orvosként ugye elkezdte ugye mindig mondani, hogy úristen, a veszély a vírus, és hogy akkor vigyázni kell, és hát ugye az első intézkedések között az volt, hogy akkor gyorsan ő hazavonult, és akkor hát nagyon keveset látták az önkormányzat épületeiben. És hát azonnal beadatta magának a hát az már jóval később volt, de onnantól kezdve szerintem sokkal többet lehetett látni az ATV és a baloldali médiák képernyőin, mint sem az önkormányzatban, mert hogy igen, tehát hogy attól azért nagyon félt, hogy ő valamilyen módon megkapja, hát ugye sikerült neki beadatnia ideje korán majd az oltóanyagot. Eldicsekedett vele az ATV-ben. Többek között az ATV-ben is eldicsekedett vele.
No, de visszatérve a súlyemeléshez, László időszakát valahogy végigkísérték a különböző, többször nemzetközi és dagadó dopingbotrányok. Már a megválasztását követően a német köztévé foglalkozott a magyar dopingügyekkel, kiemelve a László vezette súlyemelő szövetséget. Az akkori elnök László Imre persze mindent tagadott. Ebben kétségtelenül nagy rutinja van. De a tények sajnos hamarosan ellene beszéltek, hiszen 1995 végén már arról számolt be a Népszava, hogy a súlyemelő Dudás Istvánnál két vizsgálat és doppingszer használatát mutatta ki. A helyzet azért is volt különösen ciki, mert Dudás 90 kg-os súlycsoportban országos bajnok volt akkor. 2000-ben Lászlót a szövetségen belüli ellenlábasa Takács István szervezett doppingolással vádolta meg, amelyet persze szintén tagadott és perrel fenyegetőzött. A szépséghiba csak az volt, hogy ugyanabban az évben a junior bajnok is fennakadt a teszten. De az igazi gigabotrány csak ezután következett. 2004-ben Athénban ugyanis elvettek egy ezüstérmet a magyar csapattól, pontosabban Gyurkovics Ferenc súlyemelőtől. De másik két versenyzőnek, Kecskét Zoltánnak és Kovács Zoltánnak is távoznia kellett az olimpiáról dopping vétség miatt. László persze mindenki mást okolt, így például a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetséget vádolta, de végül is lemondott inkább minden tisztségéről. Ami ekkor már nem is volt kevés, hiszen ekkora már az Európai Szövetség alelnöke, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Szövetség orvosbizottságának is tagja volt. Hát és a magyarázkodás az nagy erőssége, hiszen már ugye ezt a nagy rutint szerzett ebbe a súlyemelő szövetség élén is, amikor a számtalan dopingbotrányt meg kellett magyaráznia a nyilvános, sőt ugye a 2004-ben a egyezüstéremnek az elvételét is. Hát ugye a múltjáról ő mindig bőszen hallgat, tehát ugye néha fölmerül egy-egy anekdóta, amikor mesél egy-egy akár testeti ülésen, vagy akár más rendezvényen, de olyan nagyon sokat nem árul el. Ugye mindig csak arról beszél, hogy kórházigazgató volt. A súlyemelésről és a sportról ugye kevés szó esik. Azt gondolom, hogy az ő életében is azért ez egy fájó pont és veszőfutás, tehát én azt gondolom, hogy a önmagával való szembenézés sem megy nagyon ebben a helyzetben. Innentől kezdve nehéz tényleg arról beszélni, hogy a súlyemelésben mit tett. Én azt látom, bár én nem voltam sosem versenysportoló, hanem én mindig csak amatőr szinten sportoltam. De azért az, hogy még a szocializmus idejében is nagyon szervezett keretek között kellett működnie az úgynevezett versenysportnak. És ebben a vezetőktől kezdve az orvosokon át mindenkinek tudni kellett mindenről, hogy mi történik ott. És ezért akkor, amikor olimpiára készül valaki, akkor ott pontosan kell tudni csapatszinten is, és akár a válogatott szinten is, hogy mi zajlik. Ennyiben biztos, hogy, és tudom sportolóktól, hogy teljes összeköttetés van mindig, mert azt mondják, hogy ez úgymond a nemzet érdeke. De az nem a nemzet érdeke, hogy bárki is dopingoljon. Én azt gondolom, hogy egy tisztes helytállás és egy tisztes, mondjuk így, hogy szereplés, az szerintem sokkal többet jelent mindenki számára, mint az, hogy utána ilyen doping vétségek kapcsán mondjuk így, hogy meghurcolják. László persze ezt is túlélte, és a doping botrány, a nemzetközi szégyen egyáltalán nem zavart be, sem az orvosi, sem a politikai pályafutásába. De László elvtárs átvészelte, sőt, győztesként jött ki a 2019-ben kipattant zaklatási botrányból is. Ebben az évben ugyanis egy volt kolléganője részletesen mesélt arról, hogy állítása szerint hogyan is molesztálta még a Swiss Medical orvosigazgatójaként dolgozó László. A hölgy egy íróhoz mérhető aprólékossággal mesélt egy dulakodásig fajuló esetről, amikor elmondása szerint László az asztalán akarta megerőszakolni. Véletlenül pont tudta, hogy mi hol van László irodájában. Milyen érdekes, mi? László Imre azonban a szintén makulátlan előéletű Ceglédi Csaba ügyvéd iránymutatása alapján sajtóelrégzítési pert indított a hírt lehozó médiumok ellen. És miután a hölgy vélhetően az orvosi karrierjére tekintettel nem akart tanúskodni, ezért a cikket lehozó sajtótermékek elbukták a pert. László pedig győztesként jött ki az esetből. Ennyi volt már a Hunortodox, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és kövessétek a kontrát. Sziasztok!